Jó estét kívánok, köszöntöm a Somogy Televízió kulturális magazinjának nézőit. Színház, lovas hagyományőrzés és cirkuszművészet is helyet kap adásunkban. Mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket e heti műsorunkban. Molnár Piroskát, Rudolf Pétert és Eperjes Károlyt köszöntötték Zamárdiban. Az ő kézlenyomatukkal bővült idén a filmesek fala. Lovas bemutató és huszárok felvonulása, hazai és külföldi bandériumok találkoztak Igalban. 10 évesen lépett fel először, Richter Florian lovas akrobataként kezdte, ma már cirkuszt és társulatot irányít, hivatásáról beszélgettünk vele. Molnár Piroska, Eperjes Károly és Rudolf Péter kézlenyomatával gazdagodott a filmesek fala Zamárdiban. A magyar színház és filmművészet legismertebb és elismertebb színművészei maguk leplezték le az immár 17 kézlenyomatra bővült alkotást, amelyet Mecseki Hargita szobrászművész készített. Tapssal fogadták a rajongók a színház és filmkedvelők Molnár Piroskát Zamárdiban. Nagy megtiszteltetés volt már maga a felkérés, hogy a kéznyomomat hát hagyjam itt a mozinak a falán, és most ez a bensőséges ünnepség, ez pedig egészen könnyekig meghatja az ember. Ráadásul olyan kollégák társaságában, akiket nagyon kedvelek, és a pályám során sokszor tudtam velük találkozni. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész még ma is aktív, ha nem a színpadon, akkor a színművészeti főiskolán és a Zeneakadémián tanítja a fiatalokat. Nagyon nehezen mondok nemet, pedig most már azért kellene néha, mert az embernek az egészsége meg az életkora már arra predesztinálja, hogy inkább üljön egy kicsit otthon, de amíg hívnak és kellek, és nem vagyok terhére senkinek, addig persze boldogan nyüzsgök. Ezúttal Molnár Piroska, Rudolf Péter és Eperjes Károly kézlenyomatával bővült a zamárdi filmesek fala. A település felkérését örömmel fogadták a színművészek. Nyilván minden díjnak örül az ember, azért ennek a szakmának része, hogy az ember örömmel zsebeli be a szeretetet. Nehéz lenne úgy színpadra lépni, hogy valamiféle ellenséges hangulat övéz az ember minden lépését. És ezek a fajta ünnepségek, ahol ennyire árad a szeretet, ahol ennyire komolyan van véve minden mondat, az meg nekem külön öröm. Tehát nyilván vannak a nagyszabású dolgok, az ember nyilván boldog, egy végig dolgozott évtizedek után átveszi a Kossuth díjat, természetesen az egy nagyon nagy dolog, megtiszteltetés és felelősség, és közben ez meg másképp ugyanolyan fontos számomra, mert van benne valami, a Kossuth díj az egy lépésről lépésre létrehozott valami. Nyilván az, amit az ember jelent, az közben meg a közönséggel való találkozás, és ez nyilván az meg valahogy mindent felülír. Az ünnepélyes avatón a színészek szívesen meséltek a Balatonhoz kötődő élményeikről is. Volt egy ilyen film, a kamaszkorom legszebb nyara. Tehát ennek a logikája mentén egy pontot ki kéne jelölnöm a Földön, ahhoz nekem a legtöbb közön van, akkor az a innen 500 méterre van. Tehát van egy kötődésem, hogy egyértelmű, igen. Ifjúkorom nyarait itt a közelben töltöttem, és hát amit a Balaton jelent, az kömös vízi embernek érzem magam. De a Balatontól meg mindig valahogy lírai állapotba kerülök. A gipszlenyomatokat Mecseki Hargita szobrászművész készítette. Mint mondja, mindig élmény a színészekkel, rendezőkkel vagy éppen operatőrökkel együtt dolgozni és alkotni. Picikét megfargom, főleg a hátteret, hogy a háttér van olyan, hogyha ilyen esetben nagyon erősen megnyomjuk, kibudja, mint ahogy mit tudom én esetleg a sütemény, amikor beteszünk a kezünket, akkor két oldalt megnövekszik a felület, akkor azt szépen elegyengetem, akkor a rajzolatokat a tenyérbe, ezeket az érdekes, ami jellegzetes minden emberre, azokat patinával, egy ilyen olyan festékkel, ami időálló, avval belkenem, visszatörölgetem, hogy akkor, amikor visszatörölgetem, magasabb részekből azért belecsúszik a középső, a mélyebb részekbe, a ráncokba és a jellegzetes dolgokba belefolyik a festék, és ettől lesz ilyen egyéni és egyedi mindegyik kéz. Hát nem annyira egyszerű, de azért szépsége az egésznek ez, mert egyébként mind szobrásznak, ez nem olyan borzasztó nagy feladat, mert ugye hozzá túl sokat nem tehetek, csak a szint és hát esetleg a lelkesedésemet, de ez, hogy
megismerhetem azokat az embereket, akik nagy részt eddig még azt hiszem olyan nem is volt, aki nem volt rettenetesen kedves és barátságos. Csákovics Gyula, a település polgármestere arról beszélt, Zamárdi jó hírnevét viszik a kertmozi falán található lenyomatok. Hiánypótlás volt annak idején, mert egy már meglévő, de meg nem menthető mozaik felületet a homlokzaton pótoltunk ezzel a felülettel, és azért jutott eszembe ez az ötlet, mert én azt gondolom, hogy ha már ilyen népszerű a kertmozink, akkor legyen még valami kuriózum itt a homlokzaton, és az idő tényleg bennünket igazol, hiszen most is nagyon sokan eljöttek, nagyon sok neves, híres és ismert és szeretett művész kézlenyomata van most már a falon, és látom, hogy megállnak az emberek, szelfiznek itt a fal előtt, és nyilván mi meg már sztorizgatni is tudunk. Az agyagból készült kézlenyomatok száma így már 17-re bővült Zamárdiban. A kertmozi falán olyan neves rendezők is szerepelnek, mint például Szabó István vagy Makk Károly. Huszár felvonulás és látványos lovas bemutató is színesítette az idei nemzetközi lovas találkozót Igalban. A programot immár 5. alkalommal rendezték meg a somogyi településen, ahol a horvát hadsereg történelmi huszár egyesülete is képviseltette magát egy huszár bandériummal. Vicma Mihály a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a rendezvény kettős célt szolgál, hiszen egyszer ápolja nemzeti hagyományainkat és a testvértelepülési kapcsolatokat. A múltat idézték az 5. nemzetközi lovas találkozó bandériumai és fogatai. A szebbnél szebb huszár egyenruhákkal és lobogókkal övezett menet egészen a gyógyfürdőig vonult. Fejem áll a lovagolt! Az ünnepélyes bevonulás mellett egy ördögi show műsort is láthatott a közönség a győri ördöglovasok előadásában. Rövid a lába, de megtolja a karjával! És ott az erő, és már túloldalon van. Vicma Mihály a térség országgyűlési képviselője szerint ez a program is bizonyítja, hogy turisztikai szempontból nem csak a Balatonhoz érdemes ellátogatni, hanem az attól távolabb eső településekre is. Alapvetően azt hiszem, ennek a programnak kettő fontos küldetése van. Az egyik a nemzeti hagyományaink, nemzeti értékeinknek a megóvása, a továbbörökítése, másik része pedig a kapcsolatok építése, a kapcsolatok ápolása. Ne felejtsük el, hogy az idei is egy nemzetközi lovas találkozó, tehát határainkon túlról is érkeznek ide huszárok, lovasok, lovat kedvelő vendégek, nézők, akár a fürdőből, akár olyan vendégek, akik direkt erre a programra látogatnak el ide Somogyba, ide Igal városában. Rendkívül izgalmas bemutatókat láthatunk, és hát szoktuk mondani, hogy lovas nemzet a magyar, valóban így van, ez a történelem kezdete óta Magyarország történelmében a lónak mindig rendkívül fontos szerepe volt, és hát itt rendkívül sokan vannak, akik nem csak kedvelik a lovakat, nem csak szívesen járnak ilyen bemutatókra, hanem mesterei is a lovak ápolásának, gondozásának, akár különféle akrobatikus mutatványok előadásának, vagy éppen a huszárhagyományok ápolásának egyaránt. Az idei rendezvényen Igal több testvérvárosa is képviseltette magát, köztük a horvátországi Bielovár delegációja is, akik a horvát hadsereg történelmi huszár egyesületének is tagjai. Bielovárból érkeztünk, a horvát huszár tradíciót folytatjuk, amely Bielovár városában 1756-ban kezdődött. A horvát Lipik és Bielovár, valamint a székelyföldi Csíkszentkirály testvértelepülések mellett idén Siklós is csatlakozott a rendezvényhez kékszínű huszár bandériumával. Az olyan régi barátokkal minden évben találkozunk egy-két alkalommal a lovakkal együtt, a lószerető emberekről lévén szó, akik szeretik a hagyományőrzést és az országok közötti barátságot. A lovas találkozó végén a horvát huszárok tiszteletbeli taggá avatták Igal város polgármesterét, és biztosították a két város szoros együttműködéséről. Segíti az állóképességet és önbizalmat is ad a mozgás Vallánk a kaposvári jazz és modern tánctábor résztvevői. Az egyhetes programon nem csak koreográfiát tanultak a gyerekek, hanem a tánc szabadsága által improvizáltak is. A cél, hogy megszeressék ezt a mozgásformát. Kinézek. És megyek le. Jön a lábam, oldal, hátra, jön a kéz, első kéz, hátra, most karunk. Jöjjön vissza.
A jazz és modern tánccal ismerkedtek a fiatalok a Bódis Nagy Katinka stúdió programján. A kaposvári táborban kezdők és már gyakorlottabbak egyaránt mozogtak. A mozgásnak több pozitív hatása van a mindennapokban, mesélte az egyik résztvevő. A memóriát nagyon jól fejleszti, hogyha a koreográfiát tanul az ember, meg igazából csapatjátékos lesz tőle az ember, hogyha a csapatban táncol, a kiállást fejleszti, nagyon szerintem önbizalmat ad, meg így igazából így a stresszt tudja nagyon jól oldani, nálam legalábbis. A tánc szabadsága miatt is kedvelik ezt a mozgásformát, mondták a tábor résztvevői. Egy kikapcsolódás számomra, hogy a táncolok, csak magamtól nem szeretek, maximum otthon, mert senki nem lát. Igen. De itt van hozzá barát, akivel együtt tudtak táncolni. Tanultok egymástól, vagy mi az, amit egymástól el tudtok leszünk? Hát én tőle megtanultam hátra bognézni. Te meg mit tanultál tőlem? Hát jó sok mindent, igazából forgásból is volt én, amit tőle tanultam. Meg tudod, az a láb elkapós, amikor hátra el kell kapni a lábunkat itt hátulról. A gyerekek szerint az improvizáció könnyebbséget jelent tánc közben. Nem olyan tánc, amiben mondjuk, hogy a versenyre megyünk, akkor, hogyha elfelejtjük, akkor nem kell csinálni mondjuk két forgást, meg nem vonnak le érte pontok, nincsenek megadva, igen, szóval tényleg olyan. Nekem nagyon tetszik ez a mozgások meg minden, és így a nyújtásokat is próbáltuk meg minden, és így olyan hajlékonyabbnak érzem magam. Szeretsz egyébként is táncolni, vagy itt a táborban kezdtél el? Hát igen, alapjában is járok táncra, csak az nem ilyenfajta tánc, hanem néptánc. A jazz és modern tánc még kevésbé ismert a megyeszékhelyen. Ez is egy ilyen kicsit misszió a gyerekeknél és a leendő közönségnél is ezt megismertetni és megszeretetni, úgyhogy ezt így a jazzen keresztül és a baletton keresztül jutunk el odáig. Illetve a kortásnak van egy olyan csodálatos része, amit talán láthattok, hogy nagyon sok természetes mozgást használ, ami gyerekeknek valószínűleg jól esik. Azt látom, hogy jól esik. Említették is a gyerekek, hogy nincs szigorú koreográfia, és hogyha valamit esetleg elfelejt, akkor egy másik mozgással tudja pótolni. Igen, igazából én szeretnék, tehát egyszer egy technikai képzést nyújtok, ahol megismerik a saját testüket, és tudják azt koordinálni és kontrollálni. Ez az egyik fel, a másik, meg nagyon sok improvizációt használok, hogy hát a személyiségfejlődésben is nagyon sokat segít, illetve szabadságát adja meg a táncnak, de emellett koreográfia is van. Minél többet járnak hozzám, annál komolyabb koreográfiákat nyilván tudnak tanulni. A tánctáborban nem csak koreográfiát tanultak a résztvevők, hanem önmaguk mozgáskultúráját is megismerték. Cirkuszos családba született, 10 évesen már fellépett lovas akrobataként, évek óta pedig cirkuszával Zamárdiban szórakoztatja a közönséget Richter Flórián, aki hivatásáról és a cirkuszművészet változásáról is mesélt. Már a rómaiak idején is ismert volt a cirkusz fogalma, az ősi szórakoztató műfaj azonban sokat változott napjainkra. Nem vadállatokkal harcolnak, és nincsenek kocsis versenyek sem. Utána abból is kialakultak olyan különböző művészetek, hogy az emberek az egyéni tudásukat bemutatták, és azzal is tudták szórakoztatni a közönséget. Na most ez ugye 2000 évvel ezelőtt ugye így zajlott, azóta azért nagyon sok különbség, nagyon sok minden változott a cirkusz világában, és hát ezt a mai modern cirkuszban ezt nagyon jól lehet látni. Philip Astley alapította Anglia első cirkuszát, amely a mai cirkuszok elődjének számít. A királyi amfiteátrum 1795-ben nyitotta meg kapuit, ahol kifejezetten lovakkal foglalkoztak, mesélte Richter Flórián. Philip Astley előtt ugye ezek az arénák ilyen
oválisak voltak, ilyen nagy arénák, ilyen 70-80 méteres ovális kör kellett elképzelni. És hát Philipp Eslő ugye egy katonai tiszt, lovas volt, akik abban az időszakban ugye nem voltak háborúk, és hát valahogy etetni kellett a lovakat, eltartani az állatállományt, illetve a katonák sem volt igazán úgy pénzük. És hát kitalálták azt, hogy lovakkal és a tudásukat valahogy bemutatják egy körön belül, tehát ez a cirque, tehát ez ugye angol szóból a kört jelenti, és ők ezt pontosan meghatározták, hogy ez egy 12, illetve 13 méteres körnek kell lenni. Ahhoz, az az ideális ív? Az ideális ív, igen, ahhoz, hogy a vágtázó lovaknak ugye kialakul egy ilyen centrifugális erő. Tehát amikor ők ülnek vagy álltak a lovak hátán, akkor úgy tudtak a legjobban elhelyezkedni, legbiztonságosabb úgy volt, hogy ez a centrifugális erő így hasson rájuk. A lovas számokra alapozva épültek fel a hajdani cirkuszok műsorai. A modern cirkusznak a három fő pillére azok az állatok, az akrobaták és a bohócok. Tehát erre ezt nevezzük egy tradicionális cirkusznak a mai időben, és hát ezen kívül azért most már hozzájöttek bűvészek, énekesek, nagyon fontos manapság már a fénytechnika, a hangtechnika, ugye a jelmezek, akkor a koreográfia, a stílus, tehát ez nagyon összetett dolog, és ezt valóban a közönség igényli is, tehát egy összetett szórakozást nagyon igényel a közönség. Richter Flórián egy cirkuszi család hetedik generációjaként viszi tovább a hagyományok. Mint mesélte, számára egyértelmű volt, hogy a manézs világát választja. Én is cirkusz világában születtem, itt nőttem fel. Én például Németországban születtem, Stuttgartban, mert éppen a szüleim ott turnéztak akkor egy német cirkusznál, és hát ez így szokás, hogy a gyerekek általában ott születnek, ahol éppen a szülők dolgoznak, és hát ez egy teljesen más világ a cirkuszi élet, tehát ez a folyamatos utazás, az egy teljesen más szemszögön biztosít a világról, mint mondjuk a privát. Édesanyja cirkuszi sérülése miatt a tervezetnél előbb lépett fel, 10 évesen ugrott be lovas akrobataként a műsorba. Azóta több nemzetközi sikert is magáénak tudhat ebben a műfajban. Negatív beütése van a vándor cirkusznak, ezt inkább én utazó cirkusznak hívnám, ami tényleg egy nagyon komoly logisztikát követel. Tehát az, hogy most egy ilyen 65 fős társulatot 50 állattal, meg 50 néhány kamionnal utaztatni 80 napon keresztül, tehát annak a logisztikáját megszervezni, annak a területek foglalásától, a reklámokon keresztül, különböző engedélyek, bürokrácia, stb. Szénaellátás, vízellátás, szemétpontén elhordás. Tehát ez egy nagyon komoly logisztikát igényel. Azt mondhatnánk, hogy mi az évnek a 8 hónapában folyamatosan koncertezünk minden nap, és akkor talán így az jobban megérthető, hogy ez mekkora fizikai, meg szellemi igénybevételt vesz, hogy ezt az egész társulatot sikeresen 80 napon keresztül, tehát márciustól október végig folyamatosan utaztassuk. És hát nyilván ebben a nyári időszakban, tehát július és augusztusban a cirkusz most már 6. vagy 7. éve itt van Zamárdiban, és hát folyamatosan nő az érdeklődők száma, és nagyon el vannak ragadtatva a műsoroktól. Immár évek óta a nyarakat Zamárdiban tölti cirkuszi társulatával és családjával Richter Flórián, aki minden évben igyekszik minél színvonalasabb és változatosabb műsorral készülni a közönségnek. Az év többi részében az országot járják. Valójában a Richter család egy nagyon-nagyon sikeres család, és azt lehet mondani, a világ egyik legsikeresebb cirkusz dinasztiája. A Monte Carlo Cirkusz Fesztiválra visszatérve, tehát aki esetleg azt nem tudja, az a kitüntetés az olyan, mint a filmben az Oscar, vagy a sportban az olimpiai aranyérem díj, és ez a Monte Carlo Cirkusz Fesztivál, ez az artista művészetnek a legmagasabb kitüntetési foka. 1974-ben már a szüleim az első Monte Carlo Cirkusz Fesztiválon
felléptek. Akkor még nem éltél. Akkor én még nem éltem, és ők nem is voltak igazán annyira tisztán abban, hogy ez mi is akar lenni, és ennek milyen jelentősége van, vagy lesz majd a jövőben. És Franciaországban turnéztak, és akkor azt mondták, hogy na most akkor lesz egy Hackney Monte Carlo-ban, de viszont ez egy fesztivál lesz. Hát abban az időben ugye még nem volt annyira elterjedve ez a fesztivál szó, főleg a cirkuszoknak a világában, és tényleg ott 1974-ben az első Monte Carlo cirkuszfesztiválon, amit a Rennyi Herceg annak idején alapított meg, ők ott az ezüstdíjat nyerték el. Na most pont rá 30 évre, 2004-ben mentem én el feleségemmel, lovasok robotika számmal és lovasi domító számokkal, lovas számokkal is, és 2004-ben ezüstöt sikerült megnyernünk. Utána megalapítottam a Richter Florian csoportot, ami 8-10 fős akrobatákból állt, és 2008-ban, tehát rá 4 évre újra meghívást kaptunk, és akkor első magyarként az aranydíjat sikerült megszereznünk, és még az számomra még nagyon fontos, hogy az első artisták voltunk, akik 4 éven belül 2 ekkora díjat sikerült elnyernünk. Richter Floriánék még augusztus végéig várják a cirkusz szerető publikumot Zamárdiban. Fekete István meseregénye, a Vuk elevenedett meg Balatonszárszon. A Bátor kis róka történetét zenés-táncos produkcióban a Fogi Gyermekszínház hozta el a közönségnek. A társulat 18 éve járja az országot, bemutatva a legnépszerűbb mesék színpadi változatát. A kis Vuk történetét saját feldolgozásban láthatták a Csukás Színházban. Teltházas közönség előtt elevenedett meg kis Vuk és öreg nagybátyja jó barátja Karak története a balatonszárszói Csukás István Színházban. Az a kis másik biztos, hogy erre voltak. A kis róka történetét a Fogi Gyermekszínház társulata hozta el Balatonra, akik saját feldolgozásban, musicales verzióban állították színpadra a jól ismert művet. Nem akartunk teljesen hasonlítani rajzfilmhez se semmiképpen, vannak pici-pici áthallások benne, de inkább csak áthallások onnan, de saját magunk írtuk a zenét, a szövegkönyvét, minden. A Süsű a sárkány volt az első ilyen nagyobb sikerű darabunk, vagy nagyobb ismertebb darabunk, annak kapcsán is lettünk jobba a Csukás Színházzal, mert ugye Csukás Pista bácsival már egyébként is jó kapcsolatot ápoltunk korábban, és utána elkezdtünk feldolgozni nagyon sok magyar mesét, ismertebb mesét, tehát a Vukkot, a Frakkot, a Dr. Bubót, rengeteg, amik ilyen ismertebb mesék, utána átértünk népmesékre, és utána jött egy-két nemzetközibb legismert darab, mint az Oroszlán királyból csináltuk egy saját feldolgozást. Szolgálja, de én a szabadhívhez tartozom, sivabőrű, mégis úgy tátszol, ahogy én gorongolok neki. Aha, akkor te vagy, Jau, Karak bácsi sokat mesélt. Jau, Karak? Az a csúkkal vagy? Azt hittem régen valami sálen belőle, Gyuri asszony nyakában. Á, szóval Karak, azért nem jár ide, mert öreg a foga a vadászokhoz. Karak bácsinak nem öreg a foga, ő az első az okák között. A jól ismert karakterek mind visszaköszöntek a színpadon, de ezúttal énekeltek és táncoltak is. A kis közönséget elbűvölte az előadás. Honnan ismerted már a történetet, ismerted már? Apa olvasta nekem az egyik könyve. Nagyon tetszett az egész. Ismerted már Vuk történetét? Hát már láttam. Egyszer végre éljél,
A Csukás István Színház egész nyáron gyermekelőadásokkal várja a kicsiket. A felnőttekre is gondoltak, nekik komolyabb darabokkal készültek a szezonra. Hál' Istennek a Csukás Színház benne van az országos turisztikai védáramban. Az ország minden részében már megismerték, tehát országszerte népszerűségnek örvend. Különösen a mese előadásokra a gyermekes családok nagyon kíváncsiak, hiszen Balatonszászó a gyermekes családok üdülőhelye. A nyári színház évadából még 3 hét van hátra. Ez idő alatt pedig még egyszer visszatér majd Süsű a színpadra, de Pumuklival is kalandozhatnak majd a gyerekek a Csukás István Színház színpadán. Ennyi fért a heti magazinunkba. Somogy kulturális híreivel egy hét múlva várjuk Önöket ide a képernyők elé, de műsorainkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára kattintva. Viszontlátásra!